Ez a privátbankár.hu a pénz című podcast műsora. Itt Király Béla, Egyden Penc József, Csabai Károly, a privátbankár.hu és az m4.hu más szakújságírói, illetve neves szakértők beszélgetnek forintról, árfolyamokról, kamatokról, kriptodevizákról, tőzsdéről és minden izgalmas pénzügyi kérdésről. Tartson velünk, kövesen minket a klasszis YouTube csatornáján. Kezdünk! Üdvözöljük hallgatóinkat, önök a, a klasszis podcast hallják, az m a privát és a piac és profitból álló lapcsoportnak a, a beszélgető műsorát. Én Csabai Károly vagyok, a, az m és a privát bankár főszerkesztője, és a mai vendégünk Német Dávid, a KNH Bank vezető elemzője. Szerbusz Dávid, üdvözöllek! Szervusz, jó napot kívánok minden kedves hallgatónak! Az elején kellett volna mondanom, de biztatom a hallgatóinkat, hogy, hogy olvassák is, ne csak hallgassanak minket, hanem olvassák is a lapjainkat, tehát az Enfort, a privátbankát és a, és a profitot, valamint a turizmus online, és emellett a Facebookon és a, a LinkedIn-en és a minden felületünkön, persze a YouTube videókat is nézzék, úgyhogy a felvezetés után hát csapjunk is a közepébe. Azt nagyon fontos rögzíteni, hogy a, a beszélgetésünk az, az július 27-én délután, hát nem sokkal itt, négy óra, majdnem fél öt felé kezdődik. Ez azért fontos rögzíteni, mert ugye itt, a, itt az árfolyam azért elég változó tényező, és most azt, azt lehetett megfigyelni, hogy az elmúlt másfél hétben, több mint egy hétben, talán egy kicsit nyugod, nyugodalmasabb korszak volt, miután ugye az azt megelőző héten elmentünk, ugye 417-ig is ugye az euróval szemben, ha jól tudom, és most a 400-as szint alatt voltunk, de most megint, amikor beszélgetünk, akkor azt látjuk, hogy én nem tudom, hogy te mikor néztél árfolyamot, én most néztem egy olyan 5 perc, ugye 405-406 körül vagyunk, Tegnap volt ugye a, egy kamatemelés, egy 100 bázispontos kamatemelés, ugye 10,75 százalékra ment fel az alapkamat, ami ugye két együtt, tehát ebből az tekintetben is azért ez mérföldkőnek számít, és mégis azt látjuk, hogy megint ö, ö, az történik, hogy az MNB kamatot emelt, és a, a, forint gyengült. Ugye szerintem a, a hallgatókat, e, ö, sőt, hát szerintem majdnem mindenkit ez érdekli, hogy most mi lehet-e mögött, és különösen azokat, akik esetleg még azon törik a fejüket, hogy el tudnak menni mondjuk külföldre, vagy, vagy tehát, hogy valutát akarnak váltani. Tehát magyarul az első kérdésem az az lenne, hogy ez most ez a, a mostani árfolyam változás, ez, ez minek köszönhető? Ez a mostani árfolyam gyengülés abban más, mint amit láttunk júniusban és július elején hogy nem a forint gyengül csak, hanem például az lotyi is gyengül, tehát sokkal inkább egy nemzetközi trendnek a hatása az, ami megnyilvánul a forint árfolyamában. És ennek a fő oka az az, hogy hát most megint az oroszok a gázpiacon egy kevesebb gáz szolgáltatnak az északi áramlat vezetéken, mint azt korábban gondoltuk, vagy amire számítani lehetett, hiszen azt mondták, hogy megint egy turbina nem működik, az karban kell tartani, úgyhogy most már csak 20%-os kapacitással fog menni a, a turbina, vagy a, a gázvezeték. És hát emiatt a, a tőzsdén, a holland tőzsdén a gáznak az ára az 200 euró fölé, hát 220 euró fölé is emelkedett a a mai napon, a reggeli órákban, aztán ilyen 200 és 220 között ingadozott. Tehát ez azt mutatta, hogy megint kezd kiújulni az a félelem, hogy lesz -e elég gáz, és ennek milyen hatásai lesznek, hogyha nincs elég gáz, illetve hát önmagában már a magas energiaárnak milyen hatása van. És hát ebből a szempontból sajnos Magyarország ilyenkor nincs jó pozícióban, hiszen óriási az importigényünk. Nekünk az energiafüggőségünk a régión belül, az egyik legnagyobb. Nem csak az, hogy Oroszország talán összességében az import energia szükségletünk az nagyon nagy. És hát ezen belül persze az oroszoktól függünk leginkább gáz tekintetében. Másik oldalról azt is mellé tehetnénk, hogy nekünk relatív egyébként elég kedvezőek a, a gáztározói kapacitásaink, amik már 50 körüli töltöttségi szinten vannak. Ezért ez több hónapra elegendő gáz jelent Magyarország életében. De a magas gázár a másik oldalról meg azt jelenti, hogy a folyófizetési mérlegünk az megint csak romlik, még tovább, még nagyobb hiány keletkezik, és ilyenkor bejön a képbe az, hogy még mindig nem tudtunk megállapodni az Európai Unióval, és ráadásul, a lengyeleket említjük, akkor ott kiderült, hogy a lengyelek se kapnak EU-s forrásokat, mert hogy volt egy keretszerződés, de hát nem, nem tettek eleget az abban foglaltaknak, tehát a bíróságot ezt nem alakították úgy, ahogy azt megígérték és ezért most ők se kapnak eu forrásokat, ez felszínre hozza a mi problémánkat is, hogy nekünk is kecseg az óra, és egy hónapon belül választ kéne adni az Európai Uniónak, hogy mi hogyan fogunk megfelelni az ő kritériumoknak. Úgyhogy ezek így összességében hát kedvezetlen képet hoztak a régióra, és így a forint árfolyamára is említetted a, a, gázt, ugye volt itt egy gázmegállapodás a múlt héten, amit a, 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 a kormány hát ugye megkötött Orosz, Oroszországgal. Ez mennyiben ánya ál, ezt a képet, tehát mennyiben hoz, hoz a jobb pozícióba Magyarországot? Egyrészt ez még sajnos nincs megkötve, egy igényel mentünk ki, hogy 700 millió köbméter gázt szeretnénk még beszerezni. E erre azt mondták az oroszok, hogy megvizsgálják, hogy van-e nekik lehetőség adni. Nyilván van, ha, ha szeretnének, akkor fognak tudni adni. Ennek talán a fontosabb pontja az az, hogy nem az északi áramlat vezetéken keresztül jönne, hanem a déli áramlaton keresztül, és egyelőre úgy tűnik, hogy azt a vezeték ágat, azt nem bolykottálja az ország, tehát ott... Gyökött, tökéletesen tud jönni végül is a gáz ugyanolyan mennyiséggel, ahogy korábban. Úgyhogy ráadásul azt tudjuk, hogy inkább ilyen baráti országokon keresztül is jön, tehát valószínűleg azt jobban fogják támogatni. Úgyhogy ez, ez a, az energia stabilitás ellátottságát az országnak azt, azt, javíthatja, megjavítani fogja, ha ez tényleg megtörténik ez a, ez a szerződéskötés. Az, hogy milyen áron kapjuk, ugye ezt viszont nem tudjuk. Tehát ez, ez nagyban függ attól tényleg, hogy, 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 hogyan alakul a világpiaci ár, milyen, milyen hideg lesz például a tél, ugye se tudjuk. Azt se tudjuk, hogy most az európai országok hogyan reagálnak erre a energiaválságra, mennyivel esik vissza a lakossági fogyasztás a vállalatoknál. Azért már lehet olyat hallani, hogy van, aki öm, rövidített munkarendben dolgozik, vagy egy éjszakai műszakán marad, stb. 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 Tehát, hogy ott is kénytelenek már takarékoskodni, illetve hát most van ez a 15%-os önkéntes energia visszafogási megállapodás az Európai Unión belül, meglátjuk, hogy ez is mennyire lesz sikeres, de, de ezek, hogyha mind megvalósulnak, és uh, sikerül egyre több uh, új forrásból energiát beszerezni Európának, akkor ez mindenképpen jó, hogy Magyarországnak van egy ilyen stabil uh, ellátottsága, uh, forrása a, a gáz illetően, és ez a ipari termelésünknek hosszú távon lesz fontos. Ugye itt a, ami a nagy kérdés egész Európában a versenyképesség szempontjából, hogy ez a drága energia, ez mennyire fogja a versenyképességét rontani Európának, és a Európának rontja Magyarországnak is rontani fogja, mert hogy mi is beszállítunk oda, és nekünk is marha drága az energia. Említetted a 15 os megállapodás, megegyezést, nevezzük most így, amit ugye, ha jól tudjuk, Magyarország az egyetlen, amelyik nem írt alá, vagy, vagy nem e, e, tulajdonképpen azt mondta, nem is tudom, hogy alá kellett ezt írni. Hát nem támogattuk, nem ugye mi voltunk. És, és akkor itt az emberbe felmerül, hogy most megint mi vagyunk azok, illetve hát a mi kormányunk az, ami aki nem támogat, hogy a befektetők például ezeket a szempontokat mennyire nézik, amikor, amikor azt mondják, hogy melyik az a... A deviza, amitől mondjuk szabadulni szeretnének, vagy amit nem preferálnak annyira. Illetve, hát ugye például itt volt egy szombaton, volt egy tusfenyosi beszéde a miniszterelnöknek, amit hát politikai dolog, én nem akarom, hogy te politizáljál, de hogy azt, az, az mindenféleképpen érdekelne a véleményed, hogy, hogy, mennyire, mennyire nézik ezt, ezt a, mert ez, ez elég nagy hype okozott itt most az elmúlt napokban Magyarországon, ugye egy, egy kormány, közel álló kormány megbízott is lemondott emiatt Egedi Zsuzsa, tehát hogy a befektetők mennyire nézik ezeket a tényezőket. Nehéz szétválasztani most ettől a gázügytől ezeket a a, ezt a beszédet. Illetve hát, ha nagyon szigorúan nézzük, akkor a tegnapi napon, amikor ez a gáz szerződés, ugye ez a 15%-os visszavágásról az EU kiállt, hogy akkor megköttetett végül is, és Magyarország nem támogatja. Nem láttunk hirtelen vehemes reakciót a, a piacokra, a piacokon erre a híre. Tehát ha azt mondjuk, akkor nem biztos, hogy megütött önmagában ez most az inger küszöböt, ha a múlt héten nézzük, akkor viszont azt látjuk, hogy múlt héten még a 3,95-öt ostromolta a forint árfolyam, és azóta azért folyamatosan már 400 as szinteket kezdte eltesztelni a, a hét elején is, tehát ha innen nézzük, akkor meg valami hatása azért már volt valószínűleg ezeknek a híreknek. Összességében tényleg most politikában nem mennék annyira bele, de azért azt lehet látni, hogy, hogy rengeteg nagy hedge fund, meg befektető, banki, piaci befektető, Londonból, New Yorkból, tehát ilyen angol száz közegből kerülnek ki, ahol ezek az üzenetek nem mindig találnak táptalajra, tehát nem, nem az ő szájuk íze szerint van, és emiatt sokszor Magyarország megítélése az, az kedvezőtlen. Tehát ezek, ezek semmiképpen nem segítenek abban, hogy a forint szárnyaljon. Ráadásul bejön abba a képbe, hogy vajon ezek miatt, a döntéseink miatt, akkor az EU sotat akar-e venni Magyarországon, tehát mondjuk, amikor meg meg akarunk állapodni az Európai Uniós forrásokról, akkor amennyire fognak keménykedni. És az látszódik sajnos, hogy az elmúlt két-három hónapban egyre keményebb volt az Európai Unió Magyarországgal szemben, tehát amíg tavaly még sokkal engedékenyebbnek tűnt, és közel álltunk a megállapodáshoz, most már oda jutottunk, hogy egyre komolyabb feltételeket szabnak Magyarországnak, vagy szigorúbban be akarják tartatni azokat a feltételeket, azért, hogy megkapjuk az eu forrásokat. És valahol a lengyel példa is azt mutatja, hogy azt is kicsit megbánták, hogy kötöttek egy ilyen előszerződést, hogy akkor oké. Okay. Megállapodták az EU-s forrásokkal kapcsolatban, de utána nem hajtották végre azokat az intézkedéseket. Tehát ez, ezek így összességében hogy, hogy a sugalják, hogy ez a ellentét vagy vita Magyarország és Európa között azért nem nagyon simul ki könnyen, és, és komoly változtatásokat kell a kormánynak ahhoz eszközölni ténylegesen törvényben, hogy, hogy az EU-s forrásokat aztán később megkapjuk. Ugye, hogyha, ha jól tudjuk, akkor itt a, alapvetően a korrupciós korrupcióval szembeni fellépés az, amelyik egy ilyen nagyon komoly jogállamisági kérdés az EU részéről, tehát ott ott szeretnének ők, azt hiszem, bizonyítékokat, a másik a, ugye az Európai Ügyészséghez való csatlakozás de azt jó lenne a hallgatóknak elmondani, mert lehet, hogy nem mindenki van tisztában vele, hogy akkor akkor most nekünk, tehát Magyarországnak 2022. december 31-ig meg kell állapodnia, mert ha nem állapodik meg, akkor mi történik? Igen, itt nagyon sokféle Európai Uniós forrásról beszélünk, és azért nem lehet mindent egy napi renden említeni. Van még egy 2014-20-as élő költségvetési programunk, az EU-val kapcsolatban, a kohéziós alapokkal kapcsolatban, ahol a kormány már kiírt az összes projektet, azok már nagy részben megvalósultak, és utófinanszírozásban ugye szeretnénk megkapni az Európai Uniótól a, az ellentételeket, de ott körülbelül egy ilyen 6 milliárd eurónyi összeg, az, az még nem került kiutalásra. Ez az egyik elem, amit most az EU. Vizsgál, hogy vajon ezt mi megérdemeljük-e vagy nem, mert hogy a korrupciós ügyek miatt ezeket mi nem, nem érdemeljük meg, mondják az, és, és gyakorlatilag egy olyasmi bírságon gondolkodnak, ami pont ez az összeg, amit még nem fizettek ki, ez az 5-6 milliárd euró. Úgyhogy ez az egyik pont, amiben meg kéne állapodni. Akkor ott van a, az újjáépítési alap, amit gyorsan grundoltak össze, amikor kitört a, a koronavírus, Miután ez egy ilyen gyors alap, ezért itt sokkal rövidebb idő áll is rendelkezésre, hogy a programot elfogadják és az egészet megvalósítsunk, mert az volt a célja, hogy a koronavírus válságból minél hamarabb kihozzák az országokat. És hát itt van ez a szigorú december 31 i határidő, tehát hogyha ott nem sikerül a megállapodni a keretprogramról, és hogy mire fogjuk azt felhasználni, stb., akkor, akkor ott 80%-os, 70-80%-os forrásvesztés, az gyakorlatilag garantált, és akkor a jövő évben már csak a maradékról tudunk alkudozni, hogy azt megkapjuk-e, vagy nem, és milyen formában. És akkor van még egy egy új költségvetési ciklus, ami 21-27-ig tart. Ugye ez az furcsának tűnik, hogy 22-ben még arról beszélünk, hogy a 14-20-as költségvetésből is kaphatunk pénzt, tehát az még három évig utóelszámolás van ezeknél a programoknál. Tehát ami 27-ig tart, az is még 30-ban még téma lesz, hogy akkor mennyi pénzt kapunk onnan. Szóval ez a 21-27-es költségvetési ciklus, ami ahol, ahol azért 20 milliárd eurós tétel az, ami kockán forog. Egyébként az újraépítési alapnál 6, milliárd euró, ami, ami vissza nem térítendő, és még szeretnénk hitelt is felvenni, ilyen kedvezményes hitelt. Tehát azért ott is egy 15 milliárd körüli összegről alkudozunk, és itt pedig egy 21-22 milliárd euró az a tétel, ami, ami vissza nem térítendő ugye, támogatás az EU részéről. Itt az, hogy 100%-ban elveszik, ez nem realitás, mert hogy vannak európai alapszabályok, ami az alapján fogalmazódik meg, hogy melyik terület mennyire, fel, mennyire van az EU-s átlag szintjétől, és elmaradottsági alapon jutunk hozzá ezekhez a forrásokhoz, úgyhogy ezekhez, ezekből mi biztos, hogy fogunk kapni valamit, de hozzá lehet kötni, ugye ezt fogadták el egy másfél éve, ha jól emlékszem, azt a törvényt, hogy, hogy megvizsgálják, hogy ez a európai jogrendszerrel mennyire összeegyeztethető, és hogyha olyanokra költünk, ami azzal nem összeegyeztető, akkor ott, ide, ott arányosan elvonhatnak pénzeket. Úgyhogy azt még ott nem tudjuk, hogy mekkora forrásvesztés lesz majd, vagy lesz-e egyáltalán. Az a, az a gyerő a legképlékenyebb ebben az egész alkotózási folyamatban, de ott azért hosszabb idő táv áll még rendelkezésre a megállapodásra. Na, most a, a kívülállók azt gondolhatják, hogy akkor, akkor a, a most az elmúlt hetekben hozott kormányzati intézkedések, amiket ugye a kormány nem megszorításnak euh, apostrofál, hanem költségvetési kiigazításnak, hogy azok összefüggésben vannak itt az uniós pénzekkel ez a formális logika ezt mondaná, de, de valójában ez a helyzet. Tehát lehet-e azt mondani, hogy, hogy a kormány esetleg már arra készül, hogy esetleg nem sikerül megállapodni az Európai Unióval, vagy ez teljesen független tőle, ezek a mostani Megszorító, illetve kigazító intézkedések ezek akkor is megtörténtek volna, vagy akkor is megtörténnek, vagy nének, hogyha, hogyha az Európai Uniós pénzekhez hozzájutna az ország. Kigazítás, mindenképpen szükség volt. Tehát az látszódott már a tavalyi év vége felé, hogy az évvégi költekezés, meg az idei évelei költekezések azok nem férnek bele a költségvetésbe. Mert romlott a, eleve a gazdasági kilátás is, illetve már előtte is nagyon bőkezű volt a költségvetés, tehát mindenképpen szükség volt egy jelentős kigazítása, illetve hát azt is látszódott, mert tavaly november-decemberben, hogy az energiárak elkezdtek felfelé menni. Azt nem lehetett tudni, hogy ez most 50-80-100... 200 ugye most éppen járunk, hol lesz a gáz ára, meg az elektromos ára, és hova szalad föl. Amit most se tudunk egyébként, hogy hol lesz a következő egy év folyamán, tehát óriási, csak ezen a pár napban 40%-kal mozdult el a gáznak az ára, tehát hogy annyira instabil az egész rendszer most, hogy nagyon nehéz előrejelezni, hogy ezek mekkora költséget jelentenek. De az, hogy egy nagyon alacsony fix áron próbált a háztartásoknak adni a gázt, például az állam, az már tavaly decemberben látható volt, hogy fenntarthatatlan. és ahogy nőtt a gázár, annál inkább fenntarthatatlanabbá vált. Úgyhogy emiatt is kellett kiigazítás, illetve hát közben elindult egy szigorítási ciklus Amerikában is, emelik a kamatkörnyezetet, ez rontja a növekedési kilátásokat, úgyhogy ez is azt sejteti, hogy akkor E emiatt például az adóbevételek akár kedvezőtlen ebből alakulhatnak. A másik soron persze van magas infláció, ami meg ellensúlyozza részben ezt, de, de mondom itt az, az látszódott, hogy Magyarországnak a költségvetési hiányt vissza kell vinni 3 alá, és hát 5-6-7 os szinteken voltunk GDP arányosan, tehát kiigazítás kellett. Az biztos, hogy például, ha lenne EU-s forrás, akkor nagy valószínűséggel a kamatkiadásaink azok nem nőnének ilyen ütemben. Most egy, egy magyar 10 éves állampapír az már 8,5 on van, egy 3 éves már 10 fölött van, úgyhogy itt elég komoly kamatkiadás többlet keletkezik a költségvetésen. Ha lenne új megállapodásunk, akkor jó eséllyel egy 200-300 ponttal lejjebb lenne a hozam görbénk. Ugye ezen például akkor már tudna spórolni a, a magyar állam. Az, hogy az inflációnk hogy alakulna, valószínűleg az is lenne le lejjebb lehetett volna. Nem az EU-s források megállapodása miatt, az akkor lehetett volna lejjebb, hogyha nem ennyire bőkezi az állam az elmúlt években, és nem, nem fűti így túl a gazdaságot, ahogy ezért túlpörgette, és ez inflációs hullámot generált. Hát ez már a múlt, tehát most azon kell dolgozni, hogy hogy lehet ezt szorítani, és ezért is kell a költségvetési kiazítás. Tehát ugye egyik oldal vissza kell venni az állami vásárlást, és ezzel hűteni a gazdaságot és az inflációt. Azon keresztül is hűtjük, hogy a lakosságnak többet kell energiára fizetni, ezért kevesebb fog jutni arra, hogy fogyasztási cikkeket vásároljanak. Ezzel is hűtjük a gazdaságot, ez javítja majd a folyófizetési mérlegünket ami szintén ugye, pozitív lenne az ország megítélése szempontjából, és azért kéne az Európai Uniós forrás, hogy ezt a marha nagy folyófizetési mérleg hiányt, ezt tudjuk finanszírozni, és minél kevésbé portfólió tőkéből, tehát minél kevésbé spekulatív tőkéből kelljen finanszírozni a magyar, országnak a hiányát, ahhoz jól jönne az Európai Uniós forrás, mert az egy visszanemtérítendő pénz, ami egyszer csak bejön az országba, és akkor ez, ez, segíti, hogy, a, hogy egyensúlyba kerüljön finanszírozás szempontból az ország, és így az, a devizán a leértékelődő nyomás az enyhülne. Csak ugye az embernek van az, az érzése, hogy, hogy, a kormány vége azt hangozhat, hogy a csökkentés a szentehén, most már ugye így, így hívja mindenki, egy kicsit kicsi képzavarra teszem hozzá újságíróként. De, de hogy, hogy tényleg a legutolsó pillanatig azt, azt lehetett, vagy azt kommunikálták, hogy nem fognak ehhez hozzányúlni. És az emberben lehet egy olyan félelem, hogy akkor jóval nagyobb lehet a baj, mint amit mi látunk, hogyha ha ez is hozzányúltak. Hát nagyobb is. Tehát ez nem kérdés. Tehát amikor ezt néztük még tavaly november, december, bélet, idén januárban, hogy vajon mekkora tétel lehet a költségvetésben a rezsi, csökkentett rezsijárnak a fenntartása, akkor első körben ez a 800 ezer milliárd forintos tétel jött ki. Ezt abból lehetett nagyjából kalkulálni, hogy a utolsó negyed évben mennyi pénzt kellett adni az MVM-nek, hogy fenntartható legyen a rendszer. És, és azóta csak ment fő felé az energiár, tehát nem javult semmi, és szépen duzzadt, és most már azért 2000 milliárd fölé is volt, amikor, hogyha ezekkel a magas energiárakkal számolunk, akkor 2000 milliárd fölötti tétel jelent ez a költségvetés számára, tehát ez egyértelműen fenntarthatatlan. Arra gondolunk, hogy, hogy a kiigazító intézkedések, amik nem megszorítások, hanem kiigazítások, azokkal idén 2000 milliárd forint körüli évben is 2000 milliárd forinti értékben próbálják javítani a költségvetési egyensúlyt, akkor azért hozzámérve, hogy csak itt az energia soron hip-hop keletkezik, 1000-1500 milliárd többet kiadás, óriási tétel, és ez már így is úgy tudja finanszírozni ezt a, ezt a költségvetési kialakítást az állam, hogy extra adókat vet ki rengeteg szektorra, és azért nem is kismértékűt, ráadásul elhalaszt állami beruházásokat sok százmilliárd forint értékben, és, és hát a minisztériumoknak is elméletileg ugye most zároltak kiadásokat évvégéig, attól függően, hogy hogy alakul majd a költségvetés, tehát ott is próbálnak költséget megtakarítani. És hát akkor még behozhatjuk azt, hogy közben jött egy kata változtatás is, ugye az egy kedvezményes adó kiment a rendszerből, ami hát hogyha az mind átmenne, egy magasabb adókulcsal a költségvetésbe, akkor az is több százmilliárd forintos többletbevételt generálhatna a költségvetésnek. Hát meglátjuk, hogy abból majd az új rendszerben mi az, amit le tudnak költségelni a cégek, stb. Tehát nyilván nem lehet azt megnézni, hogy most eddig volt -e a katásoknál egy 7%-os, mondjuk átlagos adóter, és akkor innentől 27% lesz, mert ott nem számoltak el költségeket, most meg majd mindenféle költségeket ki tudja, hogy hogy számolnak el. De, de az biztos, hogy a bevétel ez is a a költségvetésnek, úgyhogy itt sok-sok olyan megszorítás kellett, és ez azt mutatja, hogy, hogy igen, a rezsit nem lehetett még föntartani ilyen ilyen árak mellett. Sőt, hát most nem akarok én senkit riagatni, de bőven benne van a pakliba, hogyha nem javul a helyzet, akkor itt januárban újabb köre jön az áremeléseknek a rezsi tekintetében. Akár a gáz, akár a villany esetében elképzelhet, hogy az átlag alatti aknak is már emelik, mert egy idő után az átlagnak is a finanszírozása ilyen magas e, rezsi árak mellett, a gázárak mellett nem lesz a költségvetés számára. Most nyertem egyet, mert persze, persze azért én is tisztában vagyok ennek a, a, ezekkel a kilátásokkal, de akkor most még a, ami szintén, szintén itt most napi renden van, az árstopp, ugye? Október 1 még van ástopp, és Nekem az az érzésem, hogy azért egyre többi elutala arra, hogy lehet, hogy ez most már nem fog meghosszabbodni. Ha ez, ez tényleg így van, akkor az a kérdés, hogy, hogy ennek a, a, az azonnali visszállítással, az, az, az felvállalja a kormány, illetve indokolta -e logikus-e felvállalni, vagy az, amit egyébként még Hernád és Zsolt is mondott, igaz, hogy ugye azóta eltelt jó pár hét, és itt napok számon számítanak most már a mostani helyzetben, hogy fokozatos kivezetés lenne itt a megoldás. Neked mi a véleményed, mi várható ezen a téren? Vagy mit javasolnál, hogyha esetleg megkérdeznék a véleményedet? Ástop esetén ugye itt is többféle van, mert van az üzemanyagra ástop, erre utalt Hernádi -nak a nyilatkozata, illetve ott van élelmiszereknél is ástop néhány termékre. Itt, ami hát az inflációban jobban megjelenik, az, az az, üzemanyagnak a, az ástopja, ott eleve ilyen 5% körül is súlya van az üzemanyagnak az inflációs kosárban. És 480-on van most a rögzítve az ár, egy piaci ára, meg hát ilyen 700 körül számolnak a benzin esetén, és ilyen 750-760 körül a dízel esetén, tehát elég nagy a különbség. Persze itt az a számolunk, hogy a brendhez képest árazzuk, közben meg a mol nagyban, inkább a nagyobb részben az ural típusú dolgozza föl, és ott van még továbbra is egy ilyen 30 dolláros különbség a két típusú olaj között, tehát ezért lehetett eddig föntartani, ha ez nem lenne, ez a különbözet a két olajtermék között, akkor már rég fenntarthatatlan lenne ez az üzemanyagás top is. Így is sok problémát okoz, de akkor abszolút finanszírozhatatlanná válna. Úgyhogy egyik fontos pont, hogy meddig marad meg ez a különbözet, mert az ö, ad mozgásteret a kormány számára, hogy milyen ütemben kell átengedni, átvezetni a piaci árakat az üzemanyagárakba. Én azt gondolom, hogy fokozatosan lesz, tehát ö, október 1 el elképzelhető, hogy egy ilyen 80-100 forinttal megemelik majd a, benzinnek és a dízelnek az árát, ilyen 560-580 forint környékére. Aztán meglátjuk, hogy olyan a világpiaci jár, és akkor valószínűleg ilyen, ezt is ilyen negyedéves utánkövetéssel, mint hogy a rezsit is utánkövetik, majd mindig nézik, hogy akkor kell-e kiigazítás, vagy nem. Erre azért is szükség van, hogy, hogy ne legyen hiány üzemanyagból, mert egy dolog, hogy a MOL mondjuk honnan szerez olajat, megint egy másik dolog, hogy az ÖMV mondjuk honnan szerez olajat, és neki mennyi a bekerülési ára, tehát lehet, hogy mások nem olyan szívesen hoznak már Magyarországra finomított kőolajtermékeket. Úgyhogy azért is fontos az, hogy, hogy racionalizálják ezt a helyzetet, hogy, hogy az üzemanyag ellátás az, az biztonságban legyen, és hogy ez ne Nevesse vesse vissza majd később a gazdasági növekedést. Persze az önmagába visszaveti, hogy drágulni fog. Tehát ez, az látszódik, hogy minden ilyen költség, növekmény az valahonnan elveszi a pénzt, tehát háztartások zsebéből ugye ez kiemel egy csomó jövedelmet. Úgyhogy úgy, ilyen szempontból sajnos akármilyen változat is jön, akkor közül lehet számolni, hogy most kicsit lassítjuk a gazdaságot, vagy nagyon lassítjuk a gazdaságot, illetve hogy beesünk-e recesszióba, tehát gazdasági visszaesésbe, vagy megúszunk a recessziót, tehát nagyjából most ezek a forgatókönyvek vannak. Mielőtt azért ezt megkérdezném a recessziót is, hogy a, nézzük meg az árstopp másik oldalát, az élelmiszer árstoppot, mert ugye ott pont uh, arról, arról megy a vita, hogy van hat uh, megnevezett termék, és ugyanakkor meg azt látjuk, hogy a kenyér az például nincs ott, és, az egekben szárnyal a margarin, és akkor most nem akarom felsorolni, mi a, a privát bankár 15 éve megalapított árkosarába is mindig, amit havonta szoktunk közéteni is, havonta feltűnik. Szóval ott, ott, ott is elképzelhető, hogy október 1 egy fokozatos visszalépés vagy, vagy kivezetés fog történni? Elképzelhető ott is egy, egy valamilyen áremelés, annak az inflációra az egy kisebb hatása lesz. Azt láttuk egyébként eddig, hogy az élelmiszerek esetében bőven az átlag fölötti árdrágulás van. Tehát hogy az átlagos inflációnál azt mondjuk, hogy most 11,7 volt egy év alatt az előző év azonos időszakához képest a termékeknek, a szolgáltatásoknak az árnövekedése, akkor az élelmiszertermékeknél ez 20% fölötti Ja, a hivatalos inflációs adat, is, akkor tényleg vannak olyan termékek a termékosáron belül, amik akár 40-50-60 kal is drágultak, úgyhogy igen, az élelmiszer az brutális, brutális mértékben drágul, már már néha azt mondanám, hogy indokolatlan mértékben, még akár nemzetközi összehasonlításban is nagyon megnyomja nálunk az inflációt, részben azért is, mert nagy a súlya egyébként az inflációs kosárban. Úgyhogy Úgyhogy sajnos elképzelhető, hiszen a, 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 takarmányok ára az megy fölfelé, a mezőgazdaság számára is az energiárak mennek fölfelé, tehát ezek komoly költséget jelentenek a termelők számára. Úgyhogy én azt gondolom, hogy valahol ezt el kell kezdeni kiigazítani. De, de mondom ennek, eddig azt láttuk, hogy, hogy Elképzelhető, hogy a kiskereskedelmi polcokon azért egy részét ezeknek a költségeknek áthárították más termékeken keresztül a fogyasztókra. Úgyhogy ez azért is érdekes lesz, hogy hogy akármit tartanak meg akciósnak. Tehát elképzelhet, hogy jövőben is lesznek ezek a termékek akciósak, és jóval a piaci ár alatt azért, hogy becsalogassák a, a vendégeket, vagy a vásárlókat, és akkor ez egy marketing technika, hogy egyébként a többi terméken majd megpróbálják behozni ezt a, a különbözetet. Úgyhogy meglátjuk, de, de abszolút benne van, hogy ott is azért hozzányúlnak egy picit ezekhez az árakhoz. Tegnap ugye tehát kedden Virág más azt mondta, hogy hogy július, a júliusi éves infláció azon 13 kötőjel 14 százalék is lehet, hogyha jól emlékszem. Nektek most jelen pillanatban mi a friss inflációs prognozisotok? Nem a júliusra természetesen, hanem ha mondjuk a rövid középtávra, mm. hogy látjátok. Abszolút emelkedő pályán van még az infláció. Azt látjuk, hogy valahol nagy valószínűséggel 16-17% közé fog fölmenni eh, októberre. Tehát valahol ott tett talán megúszuk azt, hogy nem menjünk 20% felé. 100%-ig nem lehet kijelenteni, de, de attól is függ hogy mi lesz például az üzemanyag árakkal, meg ezekkel a más rögzített árakkal de, de mondom, ez a 16-17 százalék, ez, ez nagyon nagy valószínűséggel sajnos meg lesz. Ott most úgy tűnik, hogy tetőzhet az infláció, és még akkor is, hogyha évelején lesz egy második körös energiaáremelés, akkor se biztos, hogy új csúcsot fog akkor már elérni az infláció, csak kellemetlen lesz, mert ahelyett, hogy csökkenne már addigra az infláció, akkor be fog ragadni, és még akkor is ilyen 16-17 százalékok -ok lesznek. De sajnos ez ez amikor ezt az egész rezsi befagyasztást megtartottuk, még a tavalyi év novemberben, decemberben, már akkor is mondtam, hogy ez most rövid távon jól nézhet ki a magyar inflációba, tehát mi alatta lehetünk a régiós átlagnak, de majd lesz egy negatív hozadéka, tehát ahogy egy év múlva a cseheknél, a lengyeleknél, hollandoknál, mindenhol majd elkezd meredeken esni az infláció, Nálunk nem fog tudni esni, mert még mindig a rögzített árak bőven a piaci árak alatt lesznek. Tehát utána nálunk tartósan ez egy magasabb inflációs szintet hoz magával. De arról nem beszél, hogy ezek a költségvetési kigazításoknak is van némi inflatórikus hatásuk. Úgyhogy, hogyha jön még ugye piaci kiigazítás a, a, a lakossági áraknak, akkor sajnos benne van a pakliból, hogy jövő év elején is ezek a magas szintek maradnak meg. Ebben az esetben, egyébként jövő évben akár ilyen 12% körüli átlagos infláció is lehet. Ugyanúgy, ahogy az idejében is, nagyjából 12%-os átlagos infláció várható. Ha esetleg nem jönnének ezek a januári másodkörös energiáremlések ismét, akkor viszont 10% környékére mehet le az éves átlagos infláció a jövő év folyamán. És ez is még azt jelenti, hogy az év végén, ugye ez éves lefutásban azért egy folyamatos csökkenés jelent az inflációban, de még az év végén is ilyen 5% körüli vagy egy picit a fölötti évperév év növekedés lesz. Tehát a jegybank sajnos még a jövő év végén sem fogja elérni az inflációs célját, még csak a tolerancia sávba se kerül valószínűleg be az infláció. Mi úgy látjuk, hogy erre majd csak 24 első negyedév vége, második negyed évében kerülhet sor. Már csak már ott tartanánk, már nem az időben, hanem itt, a, itt az adatokban. Magyar Nemzeti Bankról kérdeznélek még, hogy, hogy tulajdonképpen egy ilyen mostani világban ami folyamatos, folyamatosan változik, bizonytalanságban. Tulajdonképpen a jegybanknak a mozgástere milyen? Ugye ma, amikor beszélgettünk, ugye most várjuk este az amerikai jegybank szerepét betöltő Fednek a, a kamat döntő ülését ahol a konszenzus az azt, hogy ha jól akkor 75 bázispontot fognak emelni Ő, ők is így egyensúlyozgatnak hogy hogy ne emeljenek túl sokat ami recesszióba dönti a gazdaságot bár lehet hogy már ugye technikai recesszióról beszélhetünk majd itt a másik négy éve. tehát visszatérve hogy, hogy magyarul a jegybankok ilyenkor mit tudnak csinálni tehát milyen okosságot tudnak kitalálni szerinted nehéz helyzetben manőverezték magukat az elmúlt 10-15 évben, és hát pesük is van, mert ráadásul jött egy ilyen brutális kínálati sok, aminek azért a fő csapás iránya az a Covid volt, és az ott bekövetkezett ellátási ráncoknak a teljes szétrombolása, ami már előtte is elindult, de a Covid az így tényleg túl mindenestől berúgta ezt a globális ellátási láncnak a a fenntarthatóságát, meg hogy ez, hogy mire, milyen új rendszerhez fog majd alkalmazkodni a világ a következő 5-10 évben. Úgyhogy ez, ez egy óriási kínálati sok és költség sok, amivel hát őszintén soha nem tud kezdeni a jegybank sajnos. Tehát ez egy olyan terület, ami a döntésén kívül esik. Ő azt tudja csinálni, hogy próbálja horgonyozni az inflációs várakozásokat hogy legalább az árazási mechanizmusokat egy picit visszafogja. Amire van igény, vagy lenne igény, mert ha a körbenézünk, akkor sajnos azt tapasztaljuk, hogy, hogy vált a havonta, a negyed évente átárazása a termékeknek, tehát gyakorlatilag a, a, beszállítókért versenyeznek a termelők, hogy éppen mit tudnak nekik beszállítani, és a beszállítók meg a az alaptermelők azok majd, hogy nem azt kérnek el a termékekért, amit akarnak, mert most ők vannak pozícióban. Sokszor nem ez így, nem így volt, tehát sokáig úgy volt, hogy a multik, a végfelhasználók voltak a pozícióban, és lenyomták a beszállítóknak az árát, tehát most ez egy kicsit ugye, változik ez a, ez a helyzet. Úgyhogy nehéz helyzetben van a, a Fed is, az Európai Központi Bank és a Magyar Nemzeti Bank is. Amíg az elején azt mondták, hogy az infláción át lehet tekinteni, most azért egyértelművé vált, hogy semmelyik se tud áttekinteni rajta. Mindenki pontosan tudja, hogy, hogy, óriási veszély, hogyha az infláció beragad magas szinten. Iszonyatos költségei vannak, annak, hogy ezt leszorítsuk, tehát akkor hosszú évekig kell pozitív, magas reálkamatot fenntartani. Miért baj ez? Ez azért baj, mert akkor innentől fogva a hitelezés az megdrágul, a beruházások megdrágulnak, tehát ez visszavetti a gazdaságnak a, a fejlődését, e, és e, ugye ez a, a termelékenység rovására megy, stb. tehát ez fokozhatnánk, ezt az egész sort. Szóval mindenképpen e, szükség lenne rá, hogy minél hamarabb le tudják törni az inflációt, és hogy az embereknek, meg a, a gazdaság szereplőinek a hite az ne foszljon szerte, hogy itt alacsony inflációs környezet vissza tud jönni. És minél tovább élünk a magas inflációs számok, Özönében sajnos annál inkább ez a agyakban is megragad, és hát úgy működünk, hogy visszatekintünk. Tehát most én is személy szerint ugye a munkáltatómhoz szeretnék oda menni és azt mondani, hogy oké, okay, hogy az elmúlt évre visszatekintve volt 10-15%-os áremelkedés, és közben meg a béremelésem, meg töredéke volt, hogy hát szeretném legalább azt az életszínvonalat hozni, mint eddig, hogy akkor legyenek olyan kedvesek, és emeljék már meg a béremet valószínűleg ők ezt megpróbálják elhárítani, de hogyha ez sokaknál felmerül, és akkor problémát okoz a vállalatnak, akkor beindul egy béremelés, ugye az újabb költségek, és akkor a költségnövekvés miatt, ha azt nem tudja hatékonysággal javítani, már pedig magas környezetben beruházásokon keresztül nehéz, akkor ez megint áremeléshez vezet, akkor az megint magas inflációt hoz, tehát ez egy ilyen elég nehéz helyzet. Úgyhogy emiatt látszik az most a Fed részéről is, hogy még az elején azt mondta, hogy, hogy áttekint rajta, vagy óvatosan emel, hogy a gazdaság ne sérüljön. Most már nyíltan beszél arról, ha kell, akkor recessziók lesz. Tehát, hogy az inflációt azt le kell törni, és ezért ez most az elmúlt két-három hónapnak a nagy paradigmaváltása, hogy nyíltan az ilyen nagy nemzeti bankok, mint a Fed, meg az Európai Központi Bank hajlandó arról beszélni, hogy akár a recesszió árán is, a gazdasági visszaesés árán is, de az inflációt azt vissza kell szorítani az alacsonyabb két-három százalékos tartományba. Az MNB-nek a mostani kamatszintje ö től más lehetett volna, tehát lehetne, tehát te most úgy, úgy hogy látod a, a mert ugye erről, erről, vita van, hogy nagyobb mértékben kellett volna esetleg emelni az MMB-nek, vagy korábban elkezdeni a, a szigorítást, de hogy látod, és, és mi a, a nektek uh -huh. a következő, hova mehet, meddig mehet, ez, ez megint olyan könnyű kérdés, mint amit korábban földött, hogy <laughs> meg, mekkora lehet az infláció. Hát, most, amikor elindította a kamatemelést tavaly júniusban a jegybank, én azt gondolom, hogy az, az időben volt, tehát tényleg így régió szinten és világszinten is, világ is a rendes időben lépett. Tehát ott, ott én semmilyen szinten nem marasztálnám el a jegybankot. Ahol el szoktam marasztálni, a sokkal inkább a 19-es év, 18-19-es, amikor nagyon ment a gazdaságnak, és 0%-os kamatkörnyezetet tartottunk föl. Na ott az egy, én azt gondolom, hogy az sokkal inkább egy hiba volt, és ott már kamatot kellett volna bőven emelni abban az időszakban, de szerintem a Covid után, amikor már látszódott, hogy az infláció kezd bejönni, ők viszonylag időben léptek. Ők is azért skeptikusak voltak, mint mindenki a piacon, nem, nem láttuk előre ezeket a óriási áremelkedési hullámokat, amik jöttek egymás után és után, és az elején mindig próbáltak kifarcolni belőle, és csak minimálisat emelni. Ennek volt egy olyan üzenete, hogy hát most akar a jegybank tényleg szigorítani, vagy nem akar, és akkor ennek volt egy ilyen furcsa piaci fogadtatása, miközben mondjuk a csehek lehet, hogy egy picit később indították, de ők ilyen nagy lépésekkel haladtak az elején, és sokkal határozottabban álltak ki emellett. Tehát ott, ott ö, volt olyan szereplő a régióban, aki, aki ütemesebben emelte a kamatot. Most az elmúlt időszakban már a magyar jegybank emeli messze a legjobban a kamatot, tehát nálunk ez a 10% fölötti kamat úgy, hogy a... A lengyelek legutóbb még kevesebbet is emeltek, mint a piaci várakozások, csak 50 bázispontot. A csehek most lehet, hogy 7% környékén abba hagyják a kamatemelést, bár erről még vita van a jegybank, jegybanknál is, hogy akkor kell -e még folytatni, vagy nem. De látszik, hogy most már messze a magyar emelte a legtöbbet, tehát mi nagyon szigorú hangvételű jegybank vagyunk. Erre sajnos rá is kényszerített minket a, a világ. Azt gondoltuk, hogy hogy Magyarország sokkal szilárdabb és stabilabb alapokon áll, mint 2008-ban és 2009 ben a világgazdasági válságnál, a pénzügyi válságnál, ami részben igaz is, mert tényleg azért az adósságunkat azt tudjuk finanszírozni, tehát ilyen, ilyen gondjaink nincsenek, a hitelminősítők nem minősítettek le minket, tehát egyelőre azért sokkal stabilabb áll a lábakon állunk, de sajnos ott vannak ezek a politikai zajok, amik miatt meg a forint az az idei évben a legrosszabbul teljesítő deviza. Tehát a legtöbbet a forint értékelődött le, és többet értékelődött le gyakorlatilag bármelyik régiós devizánál, hát a török lírával vetekszünk, meg mondjuk az argentin pezóval, akik, akik hasonló mértékű gyengülésen mennek át, de hát ezért ez nem egy túl dicsőséges tábla, ahova szeretünk tartozni, és ez, ez, ez emiatt van, tehát ezek, főleg ezek a politikai zajok miatt. Úgyhogy, úgyhogy a jegybank egy lépéskényszerbe került, védeni kell az árfolyamot, mert ha gyengül az árfolyam, az még inkább gerjeszti az inflációt, importálunk nagyon sok mindent, az exportunknak is a 40%-a minimum az import, tehát ott is drágul akkor a termelés, úgyhogy nincs olyan nagy, vá nem volt más választása a jegybanknak, mint hogy, hogy emel, és azt is mondta, hogy folytatja a kamatemelést, tehát én azt néztem, hogy hát 13 környékére föl fogja emelni nagy valószínűséggel az alapkamotot. én most ilyen 13 és fél 14 közé várom, de föl és lefelé is bőven van kockázat. Hogyha például nincs EU-s megállapodás, akkor a 15-16 ot is el tudom képzelni ha meg jönne mondjuk szeptemberre egy megállapodás az EU-val, akkor meg azt, az is lehet, hogy 12-nél meg tud állni, hogy egy bank a kamatemelési ciklussal. Szóval nagyon nagy a szórás, és hát ez főleg a politikai és nemzetközi bizonytalanság miatt van. Azért én optimista alkat vagyok, én mindig a, a rosszba szoktam keresni a jót. Bízzunk abba, hogy bizakodjunk abba, hogy a, az optimista verzió jön be, és sikerül a megállapodás, és itt a, a nemzetközi viszonyok is kedvezőbbek lesznek. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, hogy beszélgettünk. Én nagyon élveztem a beszélgetést. Arra biztatok, hogy máskor is gyere, szívesen látunk. Önök német Dávidot hallottak a KNH vezető elemzőjét. Köszönöm szépen én is a meghívást. Köszönjük szépen, és a, a műsort, tehát továbbra is a Önöket az Enfort, a Privát Bankát, a Piac és Profitot, a Turizmus online nézzék, illetve hallgassák a podcastjainkat, még több makrogazdasági elemzővel, vezető elemzővel fogunk beszélgetni a közeljövőben, illetve nézzék a YouTube csatornánkon a videóinkat, kövessenek minket a Facebookon, LinkedIn-en, és a, további, a, a többi, közösségi hálón, úgyhogy köszönöm, szépen viszont hallásra. Ön a privátbankár.hu a pénz című műsorát hallotta. Feltétlenül iratkozzon fel a klasszis YouTube csatornára. Ha szeretne több ilyen videót és podcastot, legyen ön is klubtag. Fizessen elő a klasszis lapcsoport, a privátbankár az Enfor, a piac és profit prémium tartalmaira, vagy legyen támogatónk klasszis.hu.